Mérföldkőhöz érkezett hazánk legjelentősebb védelmi ipari beruházása Várpalotán. Itt hozzák létre egy 400 hektáros területen a Várpalotai Védelmi Ipari Komplexumot, melynek 6 csarnokában a közepestől a nagy kaliberű lőszerek gyártása zajlik majd. A 300 millió forintos beruházás csökkenti a magyar honvédség és Magyarország függőségét a külföldi beszállítókkal szemben. 1000-1200 új munkahelyet teremt, valamint olyan stratégiai előnyhöz juttatja a magyar haderőt, mely képes a területi integritás és a béke megtartására, hangsúlyozta a gyárbokréta ünnepségén a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf hozzátette, amikor 2016-ban elkezdték a haderőfejlesztési programot, időben cselekedtek, a kormány azóta is elkötelezett a védelmi ipar kiépítése mellett. A miniszter azt is elmondta, a védelmi ipari komplexum egész Európa számára kiemelt jelentőségű beruházás. Magyarország nagyot álmodott 2016-ban, már akkor a háború előtt az akkori kormány, amely azonos a vezetőjét tekintve mindenképpen a jelenlegi kormánnyal, fölismerte azokat a kihívásokat, amelyek Magyarország előtt állnak, mind katonai értelemben, mind biztonsági értelemben, mind pedig az ezt támogatandó, vagy ennek támogatására megvalósítandó védelemipar tekintetében, és lépett. Mert lépni megteremtette hozzá a szükséges feltételeket. A Vörösmarty Színház következő évada olyan új és az elmúlt évben is színre kerülő előadásokat hoz a székesfehérvári közönségnek, melyeket Szikora János, a teátrum igazgatója sajtótájékoztatón úgy harangozott be, mint az elmúlt évtized legvidámabb évadát. Emellett természetesen Bagó Bertalan, Horváth Csaba, Cukor Balázs és Szikora János rendezésében könnyed darabok mellett kortárs és klasszikus drámák, musicalek is feltűnnek, illetve műsoron maradnak a társulat népszerű előadásai is. A nézők vendégelőadásokat is megtekinthetnek, valamint új, országosan is egyedülálló bérletkonstrukcióval is készülnek számukra. A mi évadunkban is, amelyet a kortárs művek, a klasszikus művek egyaránt jellemeznek, mindig volt benne valami szórakoztató, mindig volt benne népszerű mű, most ezeknek az aránya megnövekedett. Az évadunk túlnyomó többségében vidámabb, népszerű, szórakoztató művet tartalmaz. Mi ezeket ugyanolyan fontosnak tartjuk természetesen, mint a kortárs irodalom, vagy a klasszikus művek tolmácsolását, mert a humorra nagyon nagy szükségünk van. Megkezdődtek a városrészi szűrőnapok, elsőként szombaton a Köfénművelődési Házban várták azokat, akik kíváncsiak voltak egészségi állapotukra. A szakemberek többek között vércukor, koleszterin szint és vérnyomásmérés mellett EKG vizsgálatot is végeztek. Keresztúri Lászlónél székesfehérvári egészségfejlesztési iroda szakmai vezetője kiemelte, elsősorban az aktív dolgozóknak szeretnének lehetőséget biztosítani most és a jövőben is. Éppen ezért az ehhez hasonló egészségmegőrző programokat igyekeznek hétvégére időzíteni, hogy minél többen részt tudjanak venni a vizsgálatokon. A következő szűrőnap az Öreghegyi Közösségi Házban lesz. Székesfehérvár egészségfejlesztési programját már 12 éve egyfolytában végezzük, és egy nagyon jó rendszert alakítottunk ki. Városrészi szűrőnapokat és tematikus szűrőnapokat rendezünk, ami azt jelenti, hogy megpróbálunk minél több városrészbe eljutni, ott a művelődési házakban, tehát könnyen megközelíthető helyeken az ott lakók rendelkezésére állni. Az Olvasni Jó programsorozat keretében Beszélgetés a szerelemről címmel az Árpád fürdő galériájának vendége volt Györei Bolya költő. A könyvvizsgáló közgazdász végzettségű szépíró, akit 2010-ben az év vállalkozójának is megválasztottak, első könyve 1998-ban jelent meg, most pedig Tükörkép címmel immár 7. kötetét mutatták be az olvasóknak. Tulajdonképpen a magyar tanáraimnak köszönhetem, hogy elkezdtem verset írni. Nem is értettem hozzá, tehát teljesen csípőből, hogy így szokták mondani, és a tanáraim néha javítgattak rajta. Aztán, amikor az emberrel történik valami érdekes, fájdalmas vagy csodálatos, én úgy éreztem, hogy meg kell írni. És elkezdték olvasni a baráti körben az írásaimat, és nagyon tetszett mindenkinek. A
Szeptember 22-24-i hétvégén ismét több száz kulturális központ, művelődési ház várja az érdeklődőket országszerte és határon túl is, változatos és értékes programokkal a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozaton. Az országos akcióhoz a székesfehérvári közösségi és kulturális központ is csatlakozott. Az események helyszíne idén az Öreghegyi Közösségi Ház, ahol Opera Bombon címmel a komoly zene volt a téma, könnyed, fogyasztható formában minden korosztálynak. Mozart, Verdi, Puccini és Kacso Pongrácz legnépszerűbb operáinak áriáit, duettjeit hallhatták a résztvevők a Magyar Állami Operaház művészeinek előadásában, Sudár Gyöngyvér rendezésében. Elsősorban olyan opera részleteket szerettünk volna a közönségemnek bemutatni, erre is utal a Bombon név, hogy a legízletesebb csemegéket, a legnépszerűbb áriákat és duetteket szerettük volna a közönségnek elhozni. Az első részben Mozart operákból válogattunk, annál is inkább, mivel maga a stúdió, ugye az Erkel Opera Stúdió, ami Budapesten működik a 4. kerületben, annak a tagjai hozták el ezeket az opera részleteket, és mi az idén Don Giovannit mutattunk be, és a legnagyobb merítés ebből az operából következik.